Izgulással, ám jó hangulatban vette kezdetét az idei VRO robotikai verseny. A diákok főleg a csapatépítés és az ismeretszerzés kedvéért érkeztek. Már sok-sok éve részt veszek ezen a versenyen, és nagyon szeretem a LEGO robotozást. Erre a versenyre is több hónapot készültünk. Remélem a jövőben minél több problémát tudunk a robotokkal megoldani. A robotok működtetéséhez összetett informatikai és programozási alapismeretek szükségesek. Bonyolultsága ellenére a legkisebbek is magabiztosan álltak a feladatokhoz. Nekem azt tetszik a robotikában, hogy meg a programozás, az irányítás, a vezérlés, meg a hiba lehetőségek, meg az ilyen kódolás, hogy szeretek programozni. Azt tetszik a robotikában, hogy lehet építeni robotot, meg be lehet programozni. Én azt szeretem benne, hogy bebírjuk programozni, és tud működni, nem kell utána menni. A csapatok két kategóriában versenyeztek korosztálytól függően. A kategória győztesek következő megmérettetése már a világbajnokság lesz. 82 regisztrált csapatunk van, ez azt jelenti, hogy mindegyik kategóriába jogunk van kiküldeni a legelső, tehát a győztes csapatokat a világversenyre, ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy két kategóriát hirdettünk meg, a RoboMission meg a Future Innovators. A RoboMission az a kategória, amihez vannak ezek a versenyasztalok, azokat a fehér asztalokat gondolom látták. 2 percük van a robotoknak, hogy minél több pontot szerezzenek, versenyeznek természetesen egymással, és minél idősebbek a gyerekek, annál összetettebb a feladat, építési és programozási feladat is. Idén 4. alkalommal rendezték meg a VRO szerbiai nemzeti döntőjét. A verseny fő támogatója a Magyar Nemzeti Tanács, amely a gyerekek több hónapos felkészülését és megmérettetését is végig kísérte. Számomra is egy izgalmas és egy ismeretlen világ, hiszen gyerekként én is légóztam, de akkor még nem voltak tabletok. Külön szeretném kiemelni, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ennek a legnagyobb támogatója. Ez eddig is így volt, és a továbbiakban is így lesz. A gyermekek robotika területén vetélkednek, és ez egy nagyon innovatív tudás, és örülünk, hogy csapatmunkáról van szó. A LEGO figurák életre keltése nem csupán szórakoztató, hanem olyan innovációs tevékenység, melynek köszönhetően a gyermekek logikája és probléma megoldó képessége is fejlődik. Nagyon fontos az, hogy a gyerekeink kapnak egy olyan pluszt a kötelező oktatáson belül, vagy a kötelező oktatás mellett, ami nem kifejezetten a tantárgyakhoz, vagy nem kifejezetten a tantervhez kapcsolódik, viszont azok a készségek, azok a képességek, amelyeket a robotok megépítése, tervezése, működtetése kapcsán a gyerekek kapnak, ez mindenféleképpen hozzájárul ahhoz a tanulási képességhez és a teljes eredményükhöz. A VRO 4. szerbiai nemzeti döntő szervezői a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Magyarországi Edutus Egyetem. Az esemény fővédnöke, Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke volt.